robotika oktatása Refiben, Mozdulj Györfi, változásuk a helyi adózásban, népszerű volt a Valentin napi menü. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 17-én 18 óra 5 perckor. A robotika oktatás évek óta zajlik a Refiben, ami nagyon népszerű. Az új nemzeti alaptantervben mostantól felmerülő rendszerben indult a digitális kultúra oktatás. Hogyan zajlik az informatika, robotika, a média és a sakk szakkör a karcagi Nagykun Református Általános Iskolában? Ezt kérdeztük Szilágyi Péter szaktanártól. Az idei tanévtől lépett életbe az új nemzeti alaptanterv, amibe felmenő rendszerbe elsőtől és ugye 5. osztálytól indulna a most már digitális kultúra oktatás. Ugye mivel felmenő rendszerről van szó, elméleti szinten majd csak a mostani elsősöknek lenne 3. digitális kultúrájuk, viszont igazgatóasszonynak nagyon jó döntése után már elsőtől kezdve órai keretek közt, tehát délelőtt tartjuk a digitális kultúra, illetve robotika órákat, és minden évfolyamon délelőttönként van heti 1-1 óra. Hát ez nem lett volna egy probléma, hogyha az új NAT nagyobb óra számot ad erre a megkerülhetetlen tantárgyra, és hogy haladunk előre az időbe, ez még inkább fontosabb lesz. Sőt, ugye a robotika, mint olyan, az szerencsére az új NAT-tal bejött, és ezáltal még jobban fel tudunk készülni az elkövetkezendő időszakokra. A média szakkör 7.-8. van, ahol a tudatos média használatot tanítja a tanár úr a diákoknak. Azt, hogy ne higgyünk el mindent, ami szembe jön velünk a közösségi médiában, és a tartalomgyártásról is tanulnak az órákon. A média szakkör, mert ugye órai keretek közt erre nincsen lehetőségünk, a média szakkör az a 7.-8. évfolyamos tanulóknak van, azon egyszerű oknál fogva, hogy a legnagyobb, az egyik legnagyobb problémája a, hát nyugodtan mondhatom azt, hogy szinte mindenkinek, tehát nem csak a diákoknak, a tudatos média használat. És a média szakkör keretében erre próbálunk kitérni, hogy milyen is az a tudatos média használat, hogy ne higgyünk már el mindent, ami mondjuk szembe jön velünk bármilyen közösségi médián, bármilyen felületen, hanem egy picit kételkedjünk benne, nézzünk több forrásba utána. Illetve ugye a médiának másik nagyon fontos része a tartalomgyártás, hát mert ugye most már mindenki tartalmat gyárt, ha kell, hanem a színvonal meghagy maga után némi kívánnivalót. Erre is rá fókuszálunk. Fotózás, videózási alapismeretek, riporterkedés, videóvágás, és ami nagyon lényeges, ami szintén kimarad, a filmtörténelem. Akár magyar, akár egyetemes filmtörténelem, és hozzá kapcsolódóan a filmek elemzése. Ez még a második fél évben vár ránk, de jó a társaság, úgyhogy szerintem ezzel se lesz probléma. Több veszély van. Az egyik, ami ugye külső veszélyforrása a gyerekek felé, hogy ugye osztunk meg fel a mindent, mert ami nincs a közösségi médiában, az nem létezik. Tehát osszuk meg, ugye meg hát ugye a like, ugye reggel felkülünk és megnézzük, hogy az éppen kiposztolt képünkre mennyi like érkezett, de hát ez ugye nagyon sok problémát von maga után, akár ugye a helyszínnek a nyilvánosságra tárása, akár az is, hogy mondjuk zaklatásnak van kitéve a fiatal, akár idősebbek részéről, akár ugye korosztálybeliekről, hogy hát te miért úgy nézel ki, tehát ezt is nagyon óvatosan kell kezelni. Illetve a másik probléma, hogy ami egyszer kikerült az internetre, az ott marad. És nagyon meg kell gondolni, én ezt el szoktam mondani informatika órán is, médián is, hogy azzal fogják kezdeni a munkahelyén a leendő dolgozónak, hogy megnézzük a közösségi médiás profiljait. A robotika oktatás évek óta zajlik a Refiben, ami nagyon népszerű. Az új NAT-ban szerencsére most bekerült tantárgyként. Az iskola szakkörén a tanár úr 3D-s városmakett készítését is tervezi. A robotika oktatás az új NAT szerint hát még mindig kevés óraszámba van, de már szerencsére benne van. Jó, én korábban is tanítottam robotikát, de szakkori keretek közt sokkal jobban ki tudjuk bontani a robotika témakörét. Olyannyira van érdeklődés, hogy alsó tagozaton 2 csoporton megy, felső tagozaton pedig 1, mert ugye ezt túl nagy létszámban nem lehet megoldani. És akkor ugye megismerkedünk a LEGO LV3 robottal, illetve a LEGO Viduval, ez az alsó tagozaton, felső tagozaton pedig az LV3,
illetve egy magasabb szint az Arduino rendszer, ahol már tényleg a gyerekeknek kell minden egyes vezetéket bekötni, szenzorokat bekötni, motorokat, illetve a mikrovezérlőre elkészíteni a programot, feltölteni, és akkor ott megnézzük a működését az adott készüléknek. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy az Arduino rendszerben tényleg csak a képzelet szab határt. Ugye ezt ki tudjuk egészíteni mondjuk a 3D tervezéssel, 3D nyomtatással. Tehát ilyen projektek merültek fel bennünk, hogy mondjuk csináljunk egy városmakettet, ahol teljesen, tehát az elektronikát Arduino-val, tehát közvilágítás, távirányítós kapu, illetve mondjuk a kerítés 3D nyomtatóval elkészítve, házmakettek 3D nyomtatóval elkészítve, hát ez még előttünk van, de ami késik nem múlik. A második fél évben sok szakkör is indult a Refiben. Ehhez Szilágyi Péter 3D nyomtatással készített sok figurái adták az ötletet. A fenntartó és az iskola vezetés jóváhagyásával indult el a szakkör. 9-10 táblán megy a játék heti egy alkalommal, később versenyen is indulnak majd. Néztünk 3D tervezést a Tinkercad nevezető oldalon, és én készítettem egy komplett sakkfigura gyűjteményt 3D nyomtatással, és a gyerekek részéről jött az, hogy nem csinálunk egy sakkszakkört. Hát én ugye semmi jónak nem vagyok elrontója, egyeztettem igazgatóasszonnyal, egyeztettünk a fenntartóval, és mindenki rugalmasan állt hozzá, tehát ettől a fél évtől, tehát a második fél évtől hozzá is kezdtünk a sakkszakkörhöz. Ilyen általában 9-10 táblán megy a játék, szintén heti egy alkalommal, és tervezzük, hogy a későbbiek folyamán meg kellene méretni magunkat sakkversenyeken is. Én bízok benne, nagyon-nagyon tehetséges diákjaink vannak. A városi sportcsarnokban évfolyamonként mérték össze ingafutásban erejüket, kitartásukat az osztályok a Mozdulj Györfi sorversenyen. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában a Mozdulj Györfi sportversennyel folytatódott a 2021-es évi Györfi Napok rendezvény sorozat. Természetesen a járványügyi helyzethez igazítanunk kellett a mai napi versenynek a menetét is, ezért három csapatban versenyeznek a gyerekek. Sorversenyt hirdettek a testnevelő kollégáim az osztályok között. Az osztályok 10 fős csoportokat állítottak ki, és ezek a csapatok fognak egymással versenyezni. Először a harmadik, negyedik osztályosok, azok a gyerekek, akik itt a József Attila út egy szám alatt vannak, hiszen arra is ügyelnünk kell, hogy ne keveredjenek a gyerekek. Ezeket az osztályokat azért merjük így együtt versenyeztetni, hiszen ezek a gyerekek angolórán és hittanórán vegyes csoportokban vannak. A harmadik, negyedik osztályosok után az ötödik, hatodik évfolyamra kerül a sor, ők hasonlóképpen 10 fős csoportokban fognak versenyezni, ügyességi feladatokat állítottak össze a testnevelő kollégáim, és végül pedig a hetedik, nyolcadikosok versenyeznek, és aztán van egy nagy csattanója még ennek a mai napnak, hiszen tanárdiák forból meccsre kerül sor zárásként. Azért, hogy ne érezzék a csapatok magukat teljesen egyedül, úgy hirdettük meg az osztályoknak, hogy aki nem vesz részt a csapatban, ők pedig szurkolni fognak. A sportcsarnoknak különböző sarkaiban helyezzük el az osztályokat, és a szurkolók között is versenyt hirdetünk, hogy melyik osztály tudja jobban buzdítani a csapatát. Külön díjazták évfolyamonként a legtöbb kört megtevő lányokat és fiúkat is. A következő percekben a Karcagi Polgármesteri Hivatal adócsoportjának közleménye következik. Gépjármű adóval kapcsolatos változások. Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020 évi 98. törvény rendelkezései alapján 2021. január 1-től a gépjármű adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság, azaz a NAV látja el. A változással kapcsolatban a gépjármű tulajdonosoknak, üzemben tartóknak semmilyen teendőjük nincsen. 2021 évtől a gépjármű adóval kapcsolatos fizetési értesítőket a NAV küldi meg minden érintett számára. Felhívjuk az ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy a terhelyükre érkező dokumentumokat folyamatosan kísérjék figyelemmel.
A gépjármű adó első részletét az eddig megszokottaktól eltérően 2021. április 15-éig, a második részletet pedig 2021. szeptember 15-éig kell majd megfizetni a NAV belföldi gépjármű adó bevételi számlájára. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjármű adó ügyekben azonban az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság látja el. Ennek megfelelően a 2020. december 31-éig fennálló gépjármű adó tartozásokat továbbra is a Karcagvárosi Önkormányzat gépjármű adó beszedési számlájára kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatósága nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzemben tartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről a NAV részére átadott szolgáltatott, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. 2021. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről a gépjármű tulajdonosának, üzemben tartójának a NAV felé kell bejelentést tenniük. Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások. 2021. január 1-től az adóalanyok főszabály szerint a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. A szükséges nyomtatványok a NAV honlapján elektronikus formátumban elérhetőek. Az elektronikus önkormányzati portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem benyújthatóak. Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul a Karcagvárosi Önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell megtenni. A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. december 22-i kormányrendelet a mikro, kis és középvállalkozások részére iparűzési adóval kapcsolatos kedvezményeket tartalmaz. A kormányrendelet alapján a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015 május 1-jei önkormányzati rendeletben foglalt 2% helyett a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó helyi iparűzési adó mértéke 1%, a különbözet pedig a 640/2020 december 22-i kormányrendelet alapján támogatásnak minősül. A kedvezmény igénybevételéhez az érintett adózóknak 2021. február 25-ig a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság részére nyilatkozatot kell benyújtaniuk. A nyilatkozat 21NHIPA néven kizárólag a NAV honlapján elektronikus formátumban érhető el. További felvilágosítás a Városháza földszint 40-es számú helységében, illetve az 59-es körzet 500-652, 59-es körzet 500-655 és az 59-es körzet 500-656-os telefonszámokon kérhető. Minden évben beszámoltunk róla, hogy egyre többen töltik a Valentin napot a karcagi éttermekben. Az idén ez máshogy történt. A szerelmesek napján nem muszáj órákig készíteni a romantikus ebédet vagy vacsorát, házhoz is rendelhettünk. Így történt ez most a Covid miatt Karcagon is. Négy fogásos a menü, és a barzsamos körtek nimlevest emelném ki, illetve a főételeink a sertésszűz és libamell közül lehet választani, tehát a hölgyeknek is és az uraknak is kedvezünk egy kicsit. Hát mivel itt helyszínen nem tudjuk a romantikát biztosítani, ezért az otthoni meghitt pillanatok érdekében egy kis meglepetés desszerttel, illetve egy szív alakú piros gyertyával kedveskedünk a párom részére. A korosztály az inkább a középkorosztály jellemző, ugye ők a Valentin napot jobban megünneplik, és inkább ők, akik ezt igénylik és szeretik. Külön menü készült a szerelmeseknek. Próbálunk minden évben különleges alapanyagokkal, különleges fűszerezésekkel, tehát minden évben próbálunk olyan étesort összeállítani, ami nem egy hangú,
Például ebben az évben van egy főételek közül ki szeretném emelni. Van egy nagyon finom rozé libamellünk, ami egy mangós tagliatelle tésztával készült, és kakukkfüves zsűvel van ő egy kicsit nyakon öntve. A tagliatelléről annyit kell tudni, hogy ez egy olasz tésztafajta, ami egy mangós pürével van egy kicsit összeforgatva, és ugye, amit az imént mondtam, a zsűvel van egy kicsit nyakon öntve, szintén a libomel, és ugye a libomelről pedig annyit kell tudni, hogy rozéra van elkészítve. A menü népszerű volt a helyiek körében. Volt, aki már napokkal korábban megrendelte a Valentin napi menüt. Terveztük, hogy csinálunk magunknak egy ilyen kis kikapcsolódás, de a mai körülmények között ezt találtuk kézenfekvőnek is. Láttuk a hirdetést, megrendeltük, és most jöttem érte. Az étterem tulajdonosok remélik, hogy hamarosan már az étlapról helyben is fogyaszthatnak a vendégek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!